a víz, a föld, a levegő, és mindaz a milliárdi élettel teli folyamat, amit a maga teljességében soha nem fogunk átlátni, az a hajtóerő. Alt Norbert alpolgármester méltatta a Gyulai Művelődési Központban kiállító Nógrádi Kis Magdolna munkáit. A hétfő kora este megnyitott tárlaton a már számos hazai és külföldi kiállításon bemutatkozó művész tanulmányútjain az Egyesült Államok, Európa és Ázsia több országának múzeumait, galériáit, nemzetközi vásárait látogatta. Gyulai bemutatkozására olyan képeket válogatott, melyeket így egyben még nem láthatott a közönség. Ezek a munkák már nem az idén, nem tavaly készültek, egy kicsit korábban készültek. Több sorozatnak a részei, én szeretek sorozatokba gondolkodni, és azok közül a meglévő sorozataim közül hoztam el ide olyat, ami még így együtt nem szerepelt. Azok a képek, amiket még együtt nem látott a közönség, és próbáltam úgy összeválogatni, hogy több szólamú legyen a válogatott munkák. Ezek a művek Nógrádi Kis Magdolna korábbi, figurális motívumainak a leegyszerűsített változatát tárják a szemlélődő elé. A másik teremben egy másik sorozat pedig kevésbé mértani, inkább kozmikus közeget közvetít. A művész azt mondta, nem szeretne a látogatóknak értelmezési keretet adni a képekhez, mindenkinek a fantáziájára bízza, hogy mit lát meg egy-egy műben. Én mindig abban reménykedem, hogy a képek azok valamit kiváltanak. Tehát mert többször elmondtam azt, hogy remélem, hogy sokan jönnek be, és nyilván sokan fognak találkozni a képekkel, és ezek közül lesz jó néhány, a kép észre se fogja venni, hogy színesek a falak. De remélem, hogy a legtöbb embert meg fog szólítani. Itt konkrétan a bejárattal szemben levő képek a színek játékával, a formák játékával. Itt arra asszociál mindenki, amire éppen akar. Tehát én nem szeretem most megmondani, hogy megmagyarázni, hogy most ebben mi a rendszer, és most mire kell gondolni, ha valaki ezt megnézi. Nógrádi Kis Magdolna kiállítása március 11-ig látogatható a Gyulai Művelődési Központban.